Na, szép jó estét kívánok mindenkinek. Hello, hello, sziasztok. Baromi régen játszottunk már ezzel a játékkal, God of War-ral. Mindenképpen folytatni szerettem volna, mert ez a magyar szinkron, ez fantasztikus hozzá, és maga a játék is nagyon jó. Úgyhogy most jött el az idő, hogy végre folytatjuk. Ugyebár legutolsó alkalommal, hogyha jól emlékszem, akkor pont ezen a területen volt egy boss fight, amit sikeresen átvészeltünk, és innen kéne tovább haladjunk. Viszont eléggé el vagyok keveredve így a képességeinkkel, és hogy mivel mit tudok csinálni. Aha, van egy ilyen gyógyító kitörésem, ez viszont nem olyan sokat segít az életerőnkön, mert eléggé megcsappant. Na, hát ide kell jöjjünk, úgyhogy ezt megnézzük. Szétütjük. Ha nyílik. Találjunk utat felfelé. Jussunk vissza a gyűrűs templom hídjához. Ah! Ó, itt a harc is valahogy máshogy volt. Nézd ki a fény, nem csak hidat csinál. Talán ez felvisz minket. Ó, ez egy lift lesz. Menjünk is szépen főfele. Hello, hello, Nick, mi a helyzet? Följöttünk nézd, szépen. A kék ajtó, mit csináltuk? A kék ajtó lép be a templomba. Kéknek kék. Tudod, sosem szokom meg, hogy szilárd fényen járok. Ez jó szöveg. A szilárd. Az ajtó, nincs rajta rés. Mi? Ez nem jó. Találj másik utat a templomba. Ezen nincsen rés. Simogasd meg, hát ha lesz rajta rés. Nem lehet kinyitni. Ez szomorú. Nem értem. Akkor miért van itt ajtó? Ha-ho! Gyere, keressünk egy másik utat. Mindjárt törünk rajta. Igen, ez lenne az első nekem is, de egy másik utat kell találjunk. Sőt, meg is van itt jelölve valami. Megint a törp. Szindri? Mindjárt. Szindri. Erre. Te mit tudsz? Szindri, vetnél erre egy pillantást? Őszintén? Úgy sincs jobb dolgom. Ó, megöltetek egy aggastyát. Meg. Igen. És nehéz volt. Igen. Ez minden, amit mondani tudsz? Igen. Az igen, oké. Mit szabad? Tudunk-e fejleszteni? Nem igazán. Igen, vannak az aggastyán szettet kaptunk, úgy látom, viszont ehhez törtezüstre és aggastyán törmelékre is szükségünk. Arcátlanság. Arcátlanság bizony, hello, hello, Asarin. Úgyhogy Atreus. Atreus, te... Mi kell neked? Nekem? Hát nagyon sok minden kéne, de semmi se elérhető. A tombolás hajlított markolata. Bármesik és pontos hajlítás kisessége, adag dühöt szerezhetsz. És ez adna az életerőre pluszt. Hát ezt pont meg tudjuk csinálni, de érdemes. Mesterlövész, hóhér. Rúnaáldás. Mondjuk életerő biztos, hogy kéne, mert az baromi kevés, és az kéne. De várjál, igazából... Aha, igen. Csináljuk meg. Ez egy másik markolat gomb. És használat. Aha, így egyből fel is tudom rakni. Jó. Így nagyobb is lett az életerő. Ránk fér, mert baromi kevés életünk van. Elszabadult energia talizmánja. Ha igen, most akkor talizmánként van most nálam ez a gyógyító biztosan.
Igen, passzív hatással. Aha. Dűnövelés, lökés hullám. Ezeket most szereztem? Aha, ehhez is kéne egy csomó ez is. Meg birodalmak, pora. Csomó minden, csomó minden. Igen, itt is kaptam új dolgokat, de semmit nem tudok használni. Meg ezüstöt is most használtam el, még azt a keveset is, ami volt. Hétköznapi bűbáj létrehozása. Jó, köszönjük szépen. Még valami? Egyelőre ennyi. Haladjunk. Hát nem nyomom be a hílt erre a picire. Mi a helyzet, Nick és Asarin, hogy telt a napotok? Ő és a kék gyorsan mozognak. Bent vagyunk. Bent bizony. Ajjaj! Hogy mondod? Fú, a harcon is elfejtettem. Vigyáznék én. Csak már nem tudom, hogy kell harcolni, ez gond. Maradjál! Ez gond? Ó, lehetett itt perrizni is annak idején. Ó, te valami... Új, valami nagy megbaszó vagy. Ajjajjaj, meg fogunk halni. Hogy kilépett a... Jaj, el onnan! Meghalok. Nincs az Atreusnak valami... Atreusnak ilyenkor van valami... Resurrectje, úgy emlékszem pedig. Na várjál, nézzük már meg, hogy mivel mit csinálok, mert... Ez a sima támadás. Heavy attack. És... Aha. Aha, most pont elhasználtam mindent. És az meg a gyógyítás. Jó. Jó, próbáljuk meg. Igen, most pont feltöltődik majd minden. Készülj fel! Nagyon jó vagy. Ezt nem akartam. Ha ez taggerom is egyből. Pont kitér. Ez gond. Te vagy a fő kolompos? Hát mindjárt meghalok. Már megint. Ja. Gondok vannak, gondok vannak. Még így is, hogy adtam egy kicsit az életerőre, így is baromi kevés. Kéne valahogy használjam ezeket a különleges képességeket is, de annyira régen harcoltam, hogy nagyon béna vagyok. Igen, pont azt használtam, amit nem kellett volna. Aha. Hogy tudok megfordulni vagyok? Na, egy mínusz legalább. Majd élesztem. Gyerek harcol azzal. Olyat kapsz. Nyulat fogsz. Eddig is három volt. Aha, gyógyítani még nem tudok. Igen, most kellett volna, amíg Stagger-el volt.
Ó, már megint? Bazd meg. Az, őt kellett volna leghamarabb. Á, meghalott, persze. Ilyen ez. Pa-pa-pam. Igen, valószínű azt kéne megölni először, aki itten csinálja a spawnolásokat. Mindjárt ráfutok a faszba. Aha. Hol vagy? Ez az. Végezzük ki. És túlélte még. Nem lehet. Megcsináltuk. Na. Sokat gyárat és sikerül. Egy jó gyógyítás. Fú, nagyon kijöttem ebből a harci jártasságból. Elfelejtettem már teljesen, hogy hogyan kell harcolni. Oh Jesus. Ezek meg mik? Jó, ezek a lidércek. Lőd meg, fiú! Vigyázz, apám! Én a lidércekkel vagy mi a fenékkel? Hello, hello! Ez mi? Hol vagy? A lidércet szétütjük, érted? Ennyi. Szétütöttük a lidércet. Hol a gyerek? Azé. Bestiárium frissítve. Fantasztikus. Gyerek. Hát ez lenyűgöző. Valóban. Van-e heal? Láttál-e healt valahol? Valahogy be kéne fagyasztani. Hogy lehetne ezt befagyasztani? Hogy van így és... Aha, hogy van egy ilyen. Meg van egy ilyen. Aha. Jó, ez egyik se fagyasztás. Viszont kipróbálni jó volt. Mert ott volt egy láda, azt majd biztos ki lehet egyszer nyitni majd valahogy. De hogy hogyan? Na nem baj. Azt mondja, hopp! Hopp! Ó, hogy már oda fut fel a gyerek. Na várjál, várjál, várjál. Ha? Várjál, de ez valahogy úgy kéne, hogy egyszerre mind a kettőt. Aha, lehet, hogy most engedte el a ládát? Menjünk már vissza. Aha, igen, most engedte el a ládát, király. Volt benne rúnázott harci öv. Mit ad? Erőből elvesz, rúna plusz, védelem plusz 7, életerő kevesebb. Igazából nem. Nem mondhatnám. A tombolás hajlított markolata. Jó. Kinyitottuk ezt a ládát. Lágy Schwartalfheimi acél. Ölni tudnék egy jó Schwartalfheimi acélért.
csak így. Vagy gyerek, hogy ráugrott a hátamra. Valószínűleg nem először csinálják. Át a lyukon. Oda néz, a fény. De mondták azzal az anyagot. De miért? Egy hűrűs templom belseje. Nézd! Még egy fényelv. Mi csinál? Jaj, ne! Ezt megidéz valamit? Miért ölik meg? Nem csinált semmit. Nem biztos. Egy háború végét látod, fiú. Nem tudhatod, mi vezetett idáig. De nem is védekezett. Mindenki magának hozza meg a döntéseit. Mögötted! Szerintem ő a... Maxi főnabu. Hello! Te mit szeretné? Azt a kurva! Hát akkor tér ki! Ez nagyon fontos. Áj, de jól esett, igen. Heal. És most? Közel most én lootolok. Keressünk utat befelé. Ó, igen. Keressünk utat befelé. Mindjárt csak körbenézek. Hű, mennyi köcsök. Ah, itt lesz a... Így van. Gondolom fagyasztunk. És szétütjük a faszba. Így is van. Nézd! Még több fényhíd! Köves! Nagyszerű... Ah, oda nem is lehet menni. Jó. Fényhíd! Gondolom erre nem megyünk. Lidérc! Lidérc! Megérzésed nem csal, fiú. Könnyebb volt, mint hittem. Így, hogy hátul maradsz, persze. Aha. Sötétel! Meg egy lidérc. Sű. Elfajta. Azt a kurva. Au! Á, már nem is kellett volna gyógyítást. Na nem baj. Igen. Igen. Nagyon szép. Minden híd visszajött. Hát ez valami fantasztikus. És most, ezen van valami fej. De hova menti? Oké. Okay. Itt van egy heal, ez mindenképpen hasznos. És van ilyen ultink, a düh, van düh. Annak neki mehetünk. Ó, itt egyszerre nagyon sok mindent kéne. Tör be a kolóniába. Ezeket valahogy egyszerre kéne, de ezt hogy tudnám egyszerre? Ez itt egy fej. Hűha. Ez egyszerre, ezt nem tudom megcsinálni.
kapcsol a fény. Nem, légy türelmes. Itt kell pedig... Hogy a fenébe tudom én ezt egyszerre? Hát nem... Nem is értem. Várja, lehet, hogy nem mindegyikkel. Ha ezt szétszedem... Aha. Ez így nem jó. Ez túl nehéz. Menjünk. Még nem. Várjál. Nem tudom, hogy meg tudod szerezni. Menjünk. Menjünk. Csend legyen. Nem bír magával a gyerek, bazzik. Jó, visszanő. De hova mennénk tovább? Nem nagyon tudunk máshova menni. Itt kéne valahogy megtaláljuk a titok nyitját. Ó, ezek... Aha. Ó, bazzeg. Aha, mert ezek a tartók. Tulajdonképpen. Tehát ezt nem tudom. Ezt le kéne lassítsam valahogy az időt. Mit nézzek? Mit találtál? Ezeket így sorba? Á, így nem jön vissza! Aha, az mellé ment, nem baj. Ez is megvan. És akkor már csak ez kéne. Yes! Sikerült vizsgáld át a kolóniát. Átvizsgáljuk. Mindenképpen. Szerintem nem szabadna itt lennünk. Csendet! Jó pofa vagy. Én már láttam a fényt az alagút végén. Hallottad ezt? Ja. Légy résen is maradj mellettem. Amikor odaírunk a fényhez, mit gondolsz? Hogyan tesszük a Bifrostbe? A boszorkány elmondta. Tényleg? Amikor elszakították tőlünk. Ó, erre nem emlékszem. Jobban érdekelt a biztonsága, mint... Csendet! Elkaptam! A kést, fiú! Az igen. Befogtam a száját, és azt mondtam, hogy csendet. Közel volt. Így van. Maradj mellettem, fiú. Ennél közelebb nem is nagyon lehetne. Ó, ez nagyon ragad. Ilyen ez. Gina, Nuna! Még egy! Maradj mögöttem! Ne ülessé! A fény! Igen, közel járunk a célunkhoz, de óvatosnak kell lennünk, érted? Alfheim fénye. Közel vagyunk. Hú, az is ilyen befagyasztós történet lesz. Pusztítsd el a kolóniát, és szerezd meg a fényt. Ott, amikor leomlik, légy készen. Gyorsan kell mozognunk. Rendben. Hú, Jesus. Hol van a... Itt.
Gondjaink vannak. Messze voltam. Na jó, passzom. Gyertek ide. Sokan vannak, de nem elegen. Folyamatosan lőj! Én megtisztítom az utat! Rövidítsd a lövéseid közti időt! Nagyon sok a célpont! Nem lőhetsz mellé! Olyan, elfogytam. Egy keskenyebb ösvény sokat segíthet! Koncentrálj! Ketten voltak, milyen utolsóról beszélsz? Adjál dühöt. Ezt én szétütném. Jöttünk. Minden szétesik. Megsérültél? Nem. Aszta. Ez gyönyörű. A fény. Az egész templom felélet. Ez az egész forrása. Várj! Ez énekel! Hallom! Hallom őt! Mondtam, hogy hallom őt! Gondolod, hogy bent van? Igen, ez kár volt. Ez tényleg fájt, mintha égett volna a kezem. Maradj itt. De maradj itt. Csak végső esetben használt. Na, bemegyünk a fénybe. El se bírjasz. Megengedem, hogy megfogd. El se bírja. Ez nem ajándék. Akkor is. Valami nem oké. A pénzem! Fény. Énekel a bossi. Vissza kell jönnöd. Itt hagytál egyedül. Atreus. Egyedül vele. Milyen helyen vagyunk? Mindig elmegy. Soha nincs itt. Nem akar engem, és nem is fog. Te durva. Ja, ez a saját házunk.
nem ismerem őt, és ő sem engem. De szerintem nem is akar. Viszont valóban... Erős vagyok, okos vagyok. Nem az vagyok, akinek gondol. Én jobban tudom. Viszont valóban máshol kerültünk. Nem beszélget velem. Nem tanít. Neki kellett volna. Hallasz engem? Neki, nem neked. De durva. Itt vannak halacskák. Megfulladnak a halacskák. És egyre inkább kezd visszajönni a szín. De durva. Nagyon durva, hogy kinéz az még mindig. Itt nem tudunk felmászni. Igen, ugye a fejszét ezt nem tudom idehozni. Erre vissza sodrás. Itt fölfele? Már aha. Nem úgy értettem. Tudod, hogy szeretem. Csak azt szeretném, ha jobb ember lenne. Tudom, hogy képes rá. Szóval, ha megpróbálja, akkor én is. De ha ő nem. Kérlek, gyere vissza. Tudom, hogy itt vagy valahol. Anyjához beszél vajon? Itt nem is lehet gyorsabban futni. Félj! Várj! Gyere vissza! Ne! Ne! Mit tettél? Miért csináltad ezt? Megmentettelek! Csapdába estél! Vártam, csak vártam, de nem jöttél! Ezért kiúsztalak! Fiú! Csak néhány pillanatig! Voltam bent. Nem! Nagyon sokáig! Nem voltál itt! Nem tudtam, mit tegyek! Hátrahagytál! Megint! De mit érdekel? Én... Ez lehetetlen. Közben a kis csávó itt megölt mindenkit. Visszajönnek. Remélem végül megérte. Mi van a kezünkben? Igen. Az a Bifröst? Nézd! Ott a kijárat. De nincs fény a híthoz. Csapdába estünk. És a mágikus is sem működik. Na várjál csak. Az íjat. Aha. Tartsd. Megbabonázzuk. Ezt mutatta a bossi. Fény nyilak. Fénykristályokra, hogy feltöltsd őket Alfheim fényével. Amikor jelzek, lőd a nyiladat a kőbe. Működött! Most már vissza tudunk menni. Gyere! Merő? Erre nem mehetünk. Itt erre lefele, mely nem mehetnénk. Több is. Több is van. Na te várjál. Höp. Ezzel mit lehet csinálni? Ó, csak nem. Bele lehet ebbe tenni például? Aha. Igen. Nem, nem, ezt rak vissza, az jó volt, igen. És oda lőj már nekem egyet. Oda. Aha. És akkor ide fel tudunk mászni. Értem. És most ez azért jó, mert... Ide át...
Lidérc. 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 És tapasztalat. Oké, akkor oda is fog kell lenni egy. Nagyon jó vagy, nagyon jó vagy. Vagy mondod? Nem értettem, Kristály tisztán. Végezzük ki. Így is van. Te mit szerettél volna, hello? Au. Ez de jó. És még jól le is küldtük a faszba. Nagyon jó. Törtezüst. Itt is egyszerre többet kell majd. Atreus meg ott maradt? Jó. Aha. Hányat kéne? Ott három is van? Aha. Végre! Miért gyújtom a kristályt, ha mondod, honnan lőjek? Csináljunk egy utat vissza. Csináljunk egy utat vissza. Ha ezt meglőjük most. Aha. Na várjál csak. Hogy megyünk oda föl? Sőt, mi van, hogyha én ezt odarakom, ezt a kristályt, ami itt van? Ezt ki tudom venni? Hogy bele kell lőni, hogy... Hogy ez mostantól... Ja nem, használható, jó? Mi van akkor, ha én ezt odarakom középre? Nagyon jó. Ott még egy láda is van amúgy. Aha, így fel tudunk menni a ládához. Valamilyen módon. Így. Aha. Nagyon jó. Erre iszom. Alfheim töredezett szíve 12%-kal csökkenti a sötét effekt támadása, okozta összes sérülést, halmozódás max 36%-ig. Nocsak, nocsak. Ezt... Kicsit. Mágikus harc. Fényjél vesszük, eljöhet. Oké, pajzsharc. Ez már megvolt, igen. Pusztakezes kitérés közben. Gyors támadás. Ez még legyen, pont belefér. Jó, fürge csapás. Na, de nem ezért jöttünk. Ez csak azért kellett, hogy ide feljöjjünk. Lemenni itt, így nem lehet csak leugrani innen. Csak szabályosan. Akkor viszont... Ugyebár ez a kristály a földön volt idáig. Mielőtt ide jöttünk. Hol vagy? Hol a gyerek? Nekem az is jó, ebbe lősz. Hol van? Itt van fönn.
Na, ez az. Ide visszajöttünk. Igen, és oda fölfele kéne jussunk valahogy. Oda, hogy tudnánk fölmenni. Itt van valami. Ennek szerintem másik oldala is lesz. Igen, ez hogy... egyszerűen a kettőt nem tudom. Te figyelj már! Ezt nem tudnád nekem kilőni? Ugye az vissza se nőtt? Várjál, csak ott mögötte is látok valamit. Ó, hogy itt egy láda volt, ezt szerintem észre se vettem. És ebbe van törtezist. Nagyon jó, nem ezt kerestem, de ez is jó, hogy van. Hopp. Á, itt tudunk fölmenni. A repedésnél mindig. És most? Igen. Hogy mondod? Te leesel, nem? Ez tök jó ez a fejszedobálás. Úgy is van. Azt hihet kisgyerek is, hogy kinyírta. Jó. Fejleszt fényír képességeket. Azt most fejlesztettem tulajdonképpen az előbb. Jó, és akkor most itt fölül tudunk jönni. Nagyon jó. Fejsze nálam. Ez biztos? Nem úgy tűnik. Ó, nagy láda, hello, hello. Gondoltam, hogy ezt azért őrzi valaki. De szép! Te is elég éle vagy fagyva, haverom! Ne essünk szét. Tehát volt ez a láda. Ez pedig Utgard csapás, a gyenge runa támadás. Nagyszögű támadás, amely közepes mértékű fagyási sérüléseket okoz. Hát nézzük már meg. Nem is rossz, nem is rossz. Tehát ez egy rúna támadás. Aha, aha, hát nincs hozzá elég tapasztalatom, de majd ha lesz, akkor elgondolkozunk ennek a használatán, mert nem, nem, egyáltalán nem tűnik rossznak. Aha, ezt valahogy ebbe lőjé bele. Mint egy... nem, nem nyert. Nyert. Aha, nagyon jó, és ezt berakjuk ide közé. Hova viszem? Ide. Nem messzire. Igen, kell nekem a heal. Vá, tökéletes. Jó, hogy nem nyomtam el a cuccot. Ebbe lőjél már bele egyet, kérlek. Fiú. Azt olvasd már. Hát ezt már nem olvasod el. De elolvastad, csak nem hangosan. Ez ennyit ért? Gyanús, hogy ezt így bele kellett tenni. Biztos lesz valami oka. Ó, nézd! A kék ajtó, ami nem ajtó. És egy homoktál. Mégis hogyan kéne elérni? Aha, ott is van egy cucc. Aha.
valahogy ezeket egyszerre kéne semlegesíteni megint csak. Ha ja, nem tudsz oda belelőni. El tudom ide hozni azt a kristályt? Azt a lentit. Nem tudom, ide lentre kell ez egyáltalán. Baj, felviszem. Hát ha. Mindenhova magaddal viszem. Még az is lehet. Igen, most egyelőre idehozom. Fantasztikus. Jó, mi történik? Aha, tehát ott felül csinál egy ilyen utat. Ú, ott is vannak. Ó, ez majd ládanyításhoz kell. Itt viszont fel tudok menni. Itt lesz valami láda. Aha. Ó. Törtezüst, nem sok, viszont kevés. És ezt még valahogy ki kéne szabadítsam. Aha, itt vannak rajta a rúnák. Van egy olyan R betűhöz hasonló, egy N, meg egy C. És azokat valahogy egyszerre kéne, mi? Három oldal. Csak nem ebben a sorrendben, de... Lehet, hogy a templom kifosztása helyett inkább ki kéne jönni. Ha érdekel a véleményed, fiú, majd megkérdezlek. Fú, és én beragadok ide? Nem jó sorrendbe csináltam. Jó, várjuk meg. Legyen a két oldalt kidobom. Először. Egyszer. Kétszer. Közben visszajött, hát ez így nem jó. Ah, nem jó célzok. Ah. Jó, várjuk meg. Bár van egy ötletem. Elrontottam. Jó, mindegy. Nem mondott komolyan. Lassú vagyok. Jaj, de nem tudok célozni ez a szarra. A közvetlen közelben lévő se tudom eltalálni. Baszki. Pedig ez lesz, innen nem tudom ellőni, mi? Innen pont nem látok rá. Ki van ezt találva? Nem mondod. Jó. Akkor úgy csináljuk, hogy... Ez se volt meg időbe. Lassú vagyok, lassú vagyok. Még meggyőződésem, hogy ez kéne először.
Na végre! Nem volt egyszerű, de sikerült. Na miért harcoltunk ennyit? Véres, mérsörös kupa. Legendás! Nagyszerű. 3-ból 2. Mondanám, hogy megérte. De hazudnék. A gyerek meg addig itt törökülésbe várt. Ebbe lehet rakni kristályt. Ja, megnézem. Nem. Nem lehet. Az fog kelleni biztosan. Jó, következő feladatunk. Hogy ezt kiszabadítsuk. Lehet, hogy nekem ahhoz föl kell menni. De én nem látok rá, mi? Itt volt a láda, ahhoz már nem tudok bemenni. Itt nem lehet csak így fölmenni. Valamelyik nem kapott. Ez a legfelső. Az a baj, ha a legfelső viszont kap, akkor a legalsó nem kap. Valahogy arra az oldalára kéne fölmenni, de hogy nem tudok oda menni most. Eddig lehetett. Nem is figyeltem, ott az a láda környéke, az ott beomlott, az kész. Ja, hát hülye! Közben rájöttem. Jó. Ez az. Na ezt megfogjuk. Elvisszük oda. Ez nagyon jó lesz. De belehelyezzük, és most. Most már eléred a tálat. Eléred a tálat. Milyen tálat? Ja, valami homoktárról beszélt eddig. És hogy megyek oda föl? Mennyi? Nem megy a gyerek. Az hogy a fenébe történik? Az még úgy mindig nem lesz jó. Ott mi van? Oda nem tudunk belőni, ezt viszont el tudod olvasni? Ó, nem itt tud felmenni. Valaki engem nagyon hív. Készen állsz? Na, készen állunk, fönt van a
Gyermek! Oda! Mi van odaírva? Mag. Emlékezz a formára. Igen, tudom. Rajta. Sem a legkiválóbb ember vagy fa, nem több kezdetben, mint én. Igen, ez a mag. Milyen rejtények. Áha. Szóval, mégiscsak ajtó. Hello. Ezek meg... Ezek az elfek? Ezek nem bántanak, úgy látom. Perpil. Ah, feels like home. Allow the light elves to reach their home. Tehát vissza tudnak menni az elfek haza. Úgy látom, hogy ő még itt. Visszajön. Na igen. Tényleg megint vissza kell mennünk. Van esetleg jobb ötleted? Akkor? Használd a homoktál felvonót. Pontosan azt csináljuk. Egy jó homoktál felvonó. Ezt is erővel kinyitjuk. Mi történik? Van fény. Legyen elég. Ajj, a mocskos. Hol van a gyorsan mozgó fajta? Ez a banya volt, mi? Egy mínusz. És volt még egy ilyen. Ez az. Használd a füled, alkalmazkodj! Azt csinálom. Ó, nagyon menő amúgy ez a rész is. Aha, oda is lehet egy kristályt rakni. Igen, erre emlékeztem, hogy ezeket a banyákat csak így lehetett likvidálni, hogyha nyíllal lőttük meg őket. Aha, ezt is majd ki lehet nyitni. Valamelyik oldalon. Igen. Eddig jó. Most itt viszont nem tudunk sem erre sem menni. Jó, nem baj. Igen, itt volt a nagy harc. Ott láttuk valami kristályt. És ha arra megyünk... Igen, akkor... Aha, oda kéne egy kristályt hozzá. Idővel. Ez zárva. Aha, itt is van egy heal, ezt még akkor nem veszem föl. Most pont maxon vagyunk. Valahogy le kéne mennünk közére. Jó napot kívánok! Persze, az utolsó vágás után.
Jó, szóval a kristályért jött. Ah, hát ez... Ja, nem, itt is csak... Keresünk egyet. Itt is csak helye van. Hol van itt kristály? Hát várjál, a... Volt egy másik ilyen útvonal. Mintha... Itt erre... Erre lehet? Itt van valami. Ja, ez volt a lift. Innen jöttünk, gondolom. Viszont itt van egy láda. Amit eddig nem láttam. Tört ezüst. Igen, ezzel jöttünk ide. Jó, akkor megvan, hogy honnan jöttünk. Keressünk valahol egy kristályt. Érdekes egy helyszín. Igen, erre így nem lesz hajlandó az ütésre kinyílni. Valahova be lehet menni? Nem? És ha én ezt a... most kilőjük a gyerekkel ezt? Találd-e rendesen? Jöjjünk vissza. Gyere vissza. Ne, ne most. Vagy így el se tudja találni a gyerek, aha. Az gond. Az ottan, az is csak egy kristály hely. Ezt se lehet viszont megszüntetni. Ja, igen, itt lett volna a másik hír, itt van a zárt ajtó. Haha. Hol van itt egy kristály? Ez csak így, nem? Törhető szét. Erre. Szintén nem. Aha. Aha, hogy ott alul van kettő. Á, mire ide érek, addigra már... Addigra már bőven mindegy. Innen ledobható mind a kettő. Á, innen messze vagyok szerintem. Nem, egyiket eltaláltam, de az nagyon kevés. Esetleg innen. Pillanat alatt visszanő. Várjál is innen lentről. Ej, aha. Mögötte van a másik? Azt nem látom. Itt volt egy másik. Ilyen oldalsó lejárat is. Az esetleg nem lenne még hasznos. Ide nem tudok jönni a szélére. Ah, pedig az lett volna még egy ötlet, igen, hogy... Ah, szép volt. Ott
adnám egyszerre azt a kettőt. Ja igen, ez volt a másik. Tehát itt, itt végképp nem látok rá egy... Vagy erre rá tudok ugrani? Nem, nem tudok ráugrani. Az lett volna még az ötlet, igen, hogy... Ráugrok, és akkor talán rálátok, de... Így nem. Ez még nem működik. Egyik sem? Hát úgy látom, nem. Nem, nem mehetünk. Még dolgunk van. Valahonnan kéne egy kristályt szerezni és ide berakni. És lehet, hogy akkor lehetne ezeket bedobálni. Lehet. Minden esetre. Igen, itt nem tudunk egyáltalán arra menni. Aha, ide kéne visszajönni. Honnan a francból találunk ki kristályt? Föntről kéne hozzak. Olyat tudok? Erre voltunk. Visszamegyünk a lifttel. Hát, ha el lehet hozni egyet. Vagy? Ez nem tudom mire volt jó, de... Ó, ott van valami! Ott volt valami! Tudok-e kristályt hozni innen? Volt-e itt egyáltalán ilyen elfekvőbe kristály? Igen, itt valami csinál utat, de... Nem, úgy látom nincs. Akkor visszamegyünk. Itt nyitottunk valamit. Ezt is biztos őrzi valaki. Nem. Hadizsákmány. Megtalált elf erekje. Oké. Miért jó, hogyha belelő? Azzal nyitottam ki azt az ajtót is talán? Igen, ez a láda már megvolt. Innen nincs út visszafelé. Tudom. Várja, várja, itt mi ez? Itt van voltunk? Ó, igen, itt van a láda. Voltunk hát. Csak most azt nem értem. Honnan a rohadásból fogunk szerezni kristályt? Mert ide is kéne egy. És ezt még mindig nem lehet működtetni. Gondolom ez se.
Jó, itt nem tudunk. Megyünk jobbra a következő lehetőséghez. Igen, itt van ez a kis rész, ami egy kicsit így lejjebb hoz, de onnan nem tudunk semmit csinálni. Ide szintén kéne egy kristály. Ezt már számtalanszor elvágtam, de mivel egyszerre nem tudom a másik oldalon is elvágni, ezért semmi értelme nincs így. Itt oldalra se tudok eljönni. Ez kár. Kár, mert jó lenne. Esetleg ott, ahol az előbb véletlen visszamentem, ott nincsen kristály? Nem tudom, milyen messziről hozhatok magammal mondjuk kristályt. Igen, de most például én innen kivehetem? Nem hiszem. Nem hiszem. Igen, ez a gond, hogy innen nem vehetem ki. Itt viszont itt hagytam valamit. Még egy elf erekje. Viszont ez sem nyert. Vagy csak simán menjek fel. Tulajdonképpen most hova kéne menni? Használd a homoktál felvonót. Szerezd meg Alfheim fényét és oszlasd el a sötét lehelletet, hogy eljuthass a hegyhez. Nálunk van a fény, jussunk akkor ki erről a helyről. A kérdés... Igen, csak így nem lehet beugrani a vízbe is. Minden fasza. Ott van egy nagyon hosszú híd, igen, ami szerintem az vezetne valahogy vissza. Itt vissza tudok-e menni vajon? Csak pazaroljuk itt az időnket. Menjünk! Értem. Mindegy. Megsimogattuk az ajtót. Az jó. Jó, tehát visszafele ott nem tudunk menni. Erre bal oldalra. Nem tudom, voltunk-e. Igazából itt semmi nincs. Jó, akkor eldőlt, hogy biztos, hogy lent kell legyen a megoldás. Na, amíg leérünk, addig egy bioszínen.
Na most, hogy leértünk a lifttel. Továbbra is keresünk. Az a baj, hogy nem is egy, hanem két kristályt már. És nem is jön már az Atreus velem hátrébb, úgyhogy mindenképpen valahol itt lesz a megoldás, csak nem veszem észre. Az ellenfeleket itt kiírtottuk már legalább. Itt gyanús nekem. Amúgy. Mondom én. Komolytalan. Van még valaki? Nincs. Tört ez is. És van egy kristályom. Ha kell. Ha kell, ha nem. Berakjuk, mert köcsögöt törünk. Na, egy kristály már van. Nagyon örülök neki. Már visszük is. Rohanunk, rohanunk. Hova rakjuk ezt az elsőt? Szerintem ezt ide kéne talán. Megnézzük, hogy ez mit... Milyen utat nyit meg nekünk, hogyha ide rakom. Fiú, lőj! Tudom, hogy működik. Aha! Nem oda jöttünk, mint gondoltam. Ugyanazt a homoktálat használjuk, ami lehozott minket. Ki akarok jutni? Ja, értelek, jó, 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 mindjárt. Van még itt két rúna valahol. És ott fönn is van valami. Várjál csak egy pillanatra. Azt szeretném eltalálni. Igen, és még van egy valahol. Egy pöcsét. Leesek, vissza tudok jönni vajon? Szerintem igen, mert... Á, itt van. Igen. Így vissza tudok jönni. Fantasztikus. Nagy ládát, megnyitjuk. Very, very big láda. Idun alma. Életerő növeléséhez kell. Igen, 3-ból 1. Oké. Ott szemben is van egy láda. Oda hogy jutunk fel? Körbe kéne fussak, úgy látom. Viszont az idegesít, hogy volt ott még, amit ott hagytunk. Dolog. Itt sok heal van.
Mindjárt ezeket begyűjtöm, mert tapasztalatot is ad talán. Na, mondjuk az pont nem, de... Oda viszont nem tudok menni. Hű, nem szép hangokat hallottam itt. Igen, vágom, hogy oda kell menni, várj egy kicsit. Ez a láda furdalja kíváncsiságomat. Hogy tudnék én oda följutni? Csak így felugrani nem fogok tudni valószínűleg. Pont magam mögé nem látok. Arra lettem volna kíváncsi, hogy esetleg... Vagy... És ha oda bemegyek... Itt még ezek szerint nem voltam. Még egy... Hadi zsákmány elferekje. Egy jó köcsög. Még egy köcsög. Á, ja, hogy ezzel meg ez... Aha, értelek. És ezt hogy fixálom? Ah, minden világos, minden világos. Ah, sajnos innen se jutok oda, ahova szerettem volna. Elvileg. Ah, igen, mert rossz irányba jöttem. Úgy meg főleg. Igen. Most jól oda megyünk. Várjál csak! Ez lesz az. Ó, igen. Átbasztuk a rendszert. Na megérte a szenvedés. Rúnázott alkarvédő. Rúna, meg plusz védelem. Erőből kicsit visszább vesz. Hát nem tudom, ez kell nekünk? Mi van most rajtam? Ez. Halál esküjének kesztyűje. Hát... Most fölveszem. Erőhöz, meg szerencséhez ad plusz 4-et. Most a szerencsének itt milyen szerepe van tulajdonképpen? Ez... Szerencse növeli a kiegészítő funkció aktivitásának esélyét. Növeli a kapott tapasztalat és törtözés mennyiségét. Hát igen, mondjuk az nem baj, ha van valóban. Jó, most már akkor visszamehetünk. Kifosztottuk a ládát, amit... Szerettem volna. A kurva szádat. Üssed! Ki se tudom mondani a nevét. Hogy hívnak? A fajtádat. Nem is látom. Ah!
Jaj! Akkor megdoblak. Nem jössz ide. Jövök én oda. Ajajaj. Amúgy dodzsoltam. Félig levittük. Basszus. Kéne heal. Fogunk halni, nem jó, nagyon nem jó. Ó, bassz meg! Azt mondja, egy harmadáig nagyjából levittük az életét, de ez kevés. Mocskos egy dolog ez, hogy nem látok. De nem baj, így kell megoldani. Van itt heal. Na most nem szedem fel a healt. Mert ezért van itt a heal. Tudjuk-e perizni? Ez jó, majd nyilazok a gyerekkel, akkor ő azért eltalálja. Ezt nem lehet perizni. Ez érdekes volt. Jajjaj.
Jajjaj. Annyira nem viseli meg. Hol volt a hill? Itt volt az egyik. Bezzeg. Azt a kurva. Ajjajjaj. Csak hogy... Hűha. Kéne az a heal, és utána egy... Jó kis dükkitörés. Ott van-e? Jaj! Halljál meg! Pontosan. Svartál Jófur. Nem. A tiédet. Mit mondod? Hogy súlyos hibát követtünk el. Ezt majd meglátjuk. Rossz oldalon voltunk. Én. Most jön az a rész, hogy nem kellett volna beleavatkoznunk. Elég ebből. Mehetünk már. Volt benne egy bátorság valamije, meg... A farkas dühe. Egy szellemfarkast idéz meg, ami háromszor ráveti magát az ellenségekre. Na, az nem hülyeség. Rúna idézés. Reflex íba helyezheted bele. Ah. Abban a pillanatban. Ez jó lehet. Ez jó lehet. Na, akkor újra meg érintjük. Emlékszel a válaszra? Igen, igen. Keverd meg. Fiú, olvasd el ezt. Fiú, mi van ide írva? Csak akkor szólsz hozzám, ha kell valami. Mondani akarsz valamit? Azt mondtam, hogy csak akkor vagy hajlandó beszélni velem, ha kell neked valami. Ha anyám itt lenne... Ha az anyád még élne, így sem lennénk. Tér vissza. Hagyjuk. Tír templomába. És már itt a hajó. Hajó! Hát igen, nem a legsimább apa-fiú kapcsolat. Szóval... Ott volt a fényben. Ki? Tudod te? Nem. Nem volt ott. Téged amúgy sem érdekelne. Vigyázz a szádra, fiú! Az út végéig egyikünknek koncentrálnia kell. A hallgatásom nem azt jelenti, hogy nem gyászolok. Mindenki máshogy dolgozza fel. Sajnálom. Nem tudtam. Nem. Nem tudhattad. Nem ismersz. Tudom, hogy nem könnyű. A fényben úgy éreztem, hogy csak percek telnek el, ha ez vigasztal téged. Ezt jó tudni, tényleg. Szóval menjünk vissza szembenézni a fekete lehelettel, vagy szerinted van még itt tennivaló?
A fekete lehellet. Tulajdonképpen most hova megyünk? Szerintem visszajövünk. Szomorú vagyok az elfek miatt. Alfheim csodálatos hely, de a háború elcsúfítja. Gyermekszemmel látod a dolgokat. A háborúban egy katona az ellenség vérét látja szépnek. A lelke többi része elveszik, és néha vissza sem tér. De... Visszajöttetek! Már vártam! De jó nekünk. Én mindig mindenre odafigyelek. Úgy néztek ki, mint akik nem akármilyen útra indultok. Van egy elhagyatott templom Midgardban, amelyet egy társam átalakított a személyes raktárává. Telerakta kincsekkel a különböző birodalmakban tett utazásaiból. Birodalmakon át? Melyekben járt már? Miket gyűjtött? Fafnir egy, mondjuk úgy, erőszakos gyűjtő volt, mágikus tárgyakat gyűjtött. Minél többet szerzett, annál többet kívánt. Nem volt olyan ereke, ami elég veszélyes lett volna neki. Egyszer Niflheimbe utazott, egy fenőkőért többek között. Ha, különleges fenőkő lehetett. Van értelme ennek a történetnek? Igen, van! Véletlenül van egy belépőköven Fafnir raktárába. Talán nektek is jut valami érdekes. Remek! Kösz, Indri! Nagyon szívesen! Ó, és ha megtaláljátok azt a fenőkövet, nos, nagyon örülnék, ha visszahoznátok. Fafnir raktárába mehetünk. Ha a raktárba mentek, javaslom, legyetek óvatosak. Több mint egy évszázada jártam ott, és mindenféle rondaság volt arra. Nem szavarja a barátodat, ha oda megyünk? Ó, oh, nem, szó sincs ilyenről. Halott! Azt hiszem. Ó, oh, elnézést. Ugyan, nem kell elnézést kérned. Történnek ilyenek, ha az ember világból világba utazik felfoghatatlan értékű tárgyakat gyűjteni, amelyek nem is az övéi. Oké. Okay. Csináljuk! Elvesztettem néhány tárgyat. Bátorság polírozott címere. Csuklópáncél. Ó, ez viszont jó. Tartani. Ez jó, ez kell. Ez erőt... Hogy kérem? Ja, majd a következő fejlesztés, jó. Szerintem több, ezt nem érdemes. Életerő kicsit kevesebb lesz tőle, de a védelem sokkal több. A védelem itt mit akar? Csökken minden téged ért sebzést. Az mondjuk lehet, hogy nem lenne rossz. Használd egészséggel. Használd egészséggel. Használjuk is. Fejszemarkolat gomb. Erőt ad, feltöltődést ad. Plusz 6 szerencse. Nem, ez így jó. Majd ezt fogjuk fejleszteni, a később kell. Talizmánt is lehet fejleszteni. Vagy majd több életerőt ad vissza. Ez jó. Az jó lehet. Hogy elkészíteni lehet, hogyha van elég ezüstöm például. Csuklópáncél. Vatkan írha alkarvédő. Martalóc öv. Hát... Hogyan is felejthetnénk el? Az a védelmen még adna plusz 4-et, de kevés ezüstünk van hozzá. Ez egy róna is szerencse. Nem lehet eladni amúgy valahogy? Ezt el tudnánk készíteni, de annak nincs értelme. Több olyat nem akarok, ami életerőből
csökkent. Eladás, itt van. Ez kell. Melyiket használjuk most? Rejtélyes alkarvédő. Ez mehet. Hová tervezett vinni ezeket? Farkasből alkarvédő. Mehet. Erekje. Ezeket nem adom el, mert hát ha kell. Pármelyikzó védő pajzsa. Bátorság polírozott címre. Ezeket nem akarom eladni. Bármely sikeres hajtás, kis esélye életerő növelést szerezhetsz. Na egy ilyen bűbájt. Várjál, azt mibe tudom berakni? Fogjunk hozzá! Ah, most viszont... Tudnék talán fejleszteni, nem a fejszén. Bár az se lenne rossz, egy fagyott láng kéne hozzá. Melkaspáncél. Nem. Ehhez mi kéne? Ez a Aegir aranya. Ehhez is az kéne. Fejszamarkolat gomb. Nem, ez nem. Talizmán. Nem, azt a bűbájt kéne valahogy... Azt mibe lehet belerakni? Róna idézés, az jó. Ehelyett... Feltöltődés áldását. Igen, azt szeretném. Sikeres hóhérbárd után? Ja, az feltöltődés áldás. Akkor nem. Akkor marad ez. Ezt mondjuk tudnám fejleszteni. Ivaldi ülője. Illetve a hél érintése. Ezt viszont nem tudnám még fejleszteni. Njörd fergetege, az mit tud? Plusz egy sebzés, plusz egy fagy. Szerintem ezt kéne használni, és fejleszteni. És akkor ez hova kerül? Az került az RB-hez, jó. Képességeknél van talán a... Nem. Foglalat. Bűbáj. Ah, ide lehet ezeket berakni. Nagyon jó. Igazság szimbóluma. Ja, az volt benne az előzőben szerintem. Ah, életerő. Igen. Ezt, ebbe mi volt? Ebbe visszakerült? Veszély szimbóluma. Életerő plusz 3. Igen. Ez megvan. Harci öv. Foglalat. Igen. Ó. Az igazság szimbóluma. Nagyon jó. És... Ja, ez a hílelésem, aha. Kratos elhunyt feleségének emléke. Az a passzív hatás. És ebbe van egy... Szintén egy, amibe lehet rakni, aha. Kitartás szimbóluma. Nem, inkább a... Másikat használjuk. Jó, tulajdonképpen most tudtunk fejlődni egy picit legalább. Jó, ennek örülök. Jó. Kérdés... Ó, itt van egy láda. Ezt most már nyithagy? Ez valami nagyon, nagyon haláli.
Jó. És ebbe volt. Megtalált Muspelheimi kódarab. Jézus Isten. Apám, be kell vallanom valamit. Mondd. Ezek a hangok a fejemben. Hát, nem ez volt az első alkalom. Amikor Brockkal találkoztunk, az állata figyelmeztetett a fák közötti veszélyről. Ezért nem akart átkelni. Ezt az állat mondta? Hát, csak éreztem, amit ő érzett, hogy fél valamitől. Ha újra megtörténik, szólj róla. Érted? Ígérem. Igen, jó lett volna, ha szól amúgy. Most visszajövünk gyakorlatilag ide a... ahonnan át tudtunk utazni világokat. Abba a templomba talán? Elvileg igen. Igen, mert itt lehetne utazni, itt meg volt ez a elforgatós történet. Igen, ez a fa. Hú, igen. És most? Megvan a fény. Irány Midgard. Midgardba megyünk. Ez jó, hogy mondja, mert fogalmam nem lenne róla. Hú, nagyon jól néz ki amúgy. Igen, ez a Bifröst, erre emlékszem. Igen, ez volt Alfheim. Irány Midgard, azt mondta. Jötunheim. Alfheim. Elheim. Schwartalfheim. Asgard. Nilfheim. Muspelheim. Ja, hogy a központba kell visszatérni a közösszerint. Tér vissza a hegyhez. Á, nagyon menő. Baszki, ez nagyon menőn néz ki. Az a Brock. Brock! Most értünk vissza egy másik világból, és találkoztunk a testvéreddel. Nos, nem ebben a sorrendben. Hagytad annak a gyökérnek, hogy hozzáírjen a pengéhez? Rég elvesztette a tehetségét. Egyik nap felálltam, azt ott hagytam. Magával akart rántani. Tönkretette a kicsikét? Épp ellenkezőleg. Néha még a vakdisznó is talál szarvas gombát. De tudjátok, mi számít igazán? Az állandóság. És ez az én munkámra mindig igaz. Törpék jele. Mit csináltál vele? Így jobb. Így jobb, asszonya. Jó, most ha ide tolnád a képet, lenne egy kérésem. Mi az tör? Sidequest. Van ez az alkimista, Andvári, aki kint dolgozott a Völünder bányába. Nem hallottam felőle kb. Nem is tudom. Talán 100 tél óta. Lehet, hogy meghalt, de talán ti meg tudnátok keresni. Ő is tört, mint én. Egy cifra zöld gyűrűt visel. Tartozik egy szívességgel. Megkeresed? Ha útba esik. Ó, értem én, hogy megy ez. Nem az a semmiért valamit fajta vagy, mi? Jól van. Ha megtalálod Andvárit, ráveszem, hogy készítsen neked valami különlegeset. Itt a belépőkő a bányákba. Készséges lélek. Kell az az alkimista a nektek szánt cucchoz. Gyerünk, találjátok meg. Mit van? Fémlevezes alkarvédő. Igen, valamire jó lenne, de valamire meg nagyon nem. Mi lesz, öcsi? Nyugi.
Mi kőne? Minden is. Könnyű harci nyíl. Azt nem tudom fejleszteni. Illetve elkészíteni. Védelem könnyű markolata, az védelmet adna. Meg rúnát, szerencsét. Rúna feltöltődés, feltöltődés. Rúna. Az erő a sebzés, ugye? Minden hagyományos támadás sebzése az erő. Hát tulajdonképpen, hát igazából az első négyre kéne. Az erő, rúna, védelem, életerő, ezek fontosak. A szerencse az nyilván abból a szempontból, hogy minél jobb lootokat kapjunk útközben. Talizmán. Ez semmit nem ad. Láthatatlan gátat ad. Eltökélt védelem. Eltökélt hatalom. Talán ennek lenne majd értelme később. Vagy ennek. De ezt nem tudjuk mi elkészíteni. Tudunk venni bűbájt? Ritka bűbáj létrehozása. Véletlenszerű tulajdonságokat növel. És véletlenszerű kiegészítő funkciókkal rendelkezhet. Aha. Vagy hétköznapi bűbáj. Hát nyilván akkor a ritka bűbáj létrehozása lenne. Öttel növeli a szerencsét, öttel növeli a rúna előtt, hárommal növeli a feltöltődést. A ravasság szimbóluma. Az jöhet. Egy jó bűbáj. Rúna erőt ad. Így akkor. Szóval. Nyugodj meg. A fejszébe nem rakhatunk semmit, mi? Vagy hogy van ez? A Atreusnak lehet rakni valamit? Ha nem, nem. Jó. Páncél képességek. Mindig elkeredek. Hol tudok? Mi az a pajzs? Ez csak a kinézet, aha. Egyes szintű reflexi. Nem túl a célos. Itt tudok berakni, aha. Na lássuk. Igen, most ez ravasság szimbóluma, ez lett az új. Viszont az Alfheim töredezett szív az plusz 4-et ad. Esetleg egy másik. Bátorság, igazság szimbóluma. Az jó, mert egyszerre kettőre is. Ó, hogy ebben van egy másik cucc, aha. Szedjük ki. Aha, ebbe volt ez a sötét elfe kelleni, akármi. Most az nem fog kelleni, mert elvileg nem olyan helyen leszünk. Ez lesz az igazság szimbóluma, ide kerül. Jó. Ennyit az aranyköpésekről, vagy mi? Hajó. Akkor menjünk erre. Erre van dolgunk elvileg. Emlékszel a visszaútra a fekete lehellethez? Persze! Át kell mennünk a hídon van a helytornyához. Vissza a fekete lehellethez, vagy felfedezünk. Nézd! Korábban már elhaladtunk torszobra mellett, a csónakban. És az milyen irányban van? Tényleg az van. Ott áll.
Viszlát! Aj, ne itt a... Hogy folytogat? Így van. Te Dragger, te! Így is van. Thank you! Fogjuk rá. Ezeket nem tudom elolvasni. Micsoda? Mások, mint a többi. Ha ne basszál fő! Nem tudod elolvasni. Alf helyfénye. Tér vissza a hegyhez. Ezeket? Nem tudom elolvasni. Nem tudom elolvasni. Nézd! A boszorkány varázslata még mindig elfedi a gúnyoszlopokat. Gyorsabban átjutunk így. Na igen, tényleg. Igen, a bossi tényleg ezeket befette. Itt is kell egy kristály. Most már tudom, hogy kristály kell majd oda. Az igen. Ez jó kör volt. De igazából erre kell jöjjünk. Kíváncsi vagyok, hogy szerzek ott kristályt majd. Ah igen, visszajöttünk ide. De akkor ezek szerint még... Itt ellenség van. Előttünk! Megérzésed? Nem csak. A fajtád. Meg! Ha meghaltam. És még bele is este itt a izépetomba. Basz meg te, ezek a farkasok milyen erősek. Koncentrálj! A farkasok! Nem. Valóban. Mocskos farkas. Van itt még heal, de... Ezek nem kellenek most. Ezzel fel tudok menni? Bízunk benne. Bízunk benne, hogy oda-vissza, ahova szeretném. Eddig úgy tűnik, hogy jó irányba haladunk. Apám, szerinted vihetném most én őt? Nem. De azt mondtam, nem. Rendben. Gondolom a fejszére gondolt. A gyerek. A hegyekbe kell jönni, oda megyünk. És itt vagyunk. Szerinted kifaragta az arcot a hegyre? Te nem én voltam. Tudod, mint én. Köszi. Most nézz a lábad elé. Az óvatlanság késleltetne minket. Rendben. Itt is egy hír.
Azt mondja, ezeket nem lehet elcsomagolni, hogy majd én később felhasználom. Van a fekete lehelet. Mit csináljunk? Amit a boszorkány mondott. Ah, igen, a fény gyűjtöttünk bele ebbe, és elvileg ez képes a leheletet semlegesíteni. Ó, hogy nekem kell menni előre. Gyere, fejezzük be. Nagyon menő. Már csak 61 méter. Légvonalba. De tudok egy rövidebb utat. Az igen. Az úr! Beomlott! Akkor mászunk. Alfheim fénye. Igen, itt beomlott. Másszuk meg a hegyet. Az igen. Micsoda hegymászó. Anyám azt mondta, az óriások mielőtt eltűntek, szerették Midgard hegyeit. Eltűntek. Igen. Egy nap csak úgy elmentek. Senki sem tudja miért. Talán hazamentek. Jötunheimbe? Talán. Vajon az arca hegyen valamiféle tisztelet egy óriásnak? Jó kérdés. A száj! Megcsináltuk! Még több fekete lehellet. Valami asugja, így lesz itt valami belül. Ezt a fekete leheletet, ezt mi táplálja? Az a jel olyan, mint a templomban a Jötunheimhez tartozó ajtó. Az óriások itt jártak. Oké. Az egy szarvas? Nem emlékszem szarvas fejű olyas történetre. Rossz. Érzés fogott el. Viszont... Nincs, de van egy homoktál. Többek közt. Mit ír? Sem igába von bestia, sem rettegő jobbágy, sem gyökeret vert van, nem ismeri a nevem. Érdekes. Ide majd kelleni fog egy kristály, ez biztos. Ez mit csinál? Semmi. Még. Nézzük meg, mi van erre. Készülj fel! Ennyit rólad! Szerinted hogy került fel oda? Ez... van ez? Egy barlangban. Fura. Ez hogy lehetne semlegesíteni? Ez így nem lesz jó. Valóban. Az se nyert. Tehát valamiért őrizték ezt az oldalt, ezek a... mocskok itten. Itt a hordókat is szétütjük, mert bárhol lehet nekünk hasznos loot. A köcsög. A köcsögben mindig van. És most is.
Jó, mi van akkor, ha ezt kilövöd? Fiú, a padló! Igen. Nem jelent semmit. Valami hiányzik. Igen. Szerinted van itt még egy kristály? Kell, hogy legyen. Kell, hogy legyen. Muszáj, hogy legyen itt valahol. Még egy. Kérdés, hogy hol? Itt ez nem mászható, akkor mindenképp ott kell legyen. Ahol voltunk az előbb. Va. Atreus, hozzám! Megvan. Megvan, hozom. Ez a hely fontos volt az óriásoknak, mintha próbára tennének minket. Jól van, menni fog. Hozzám! Majdnem ki tudom betűzni. Na, akkor most ezt összehúzom. Mi a válasz? Szabadság. Igen, ez az. Rajta. Rendben. Fressa. Mit csinál? Ó, azt hittem hív le. Az óriásaid újabb próbái. Juss át a sötét barlangokon. De menő ez a szarvas. Valahogy el lehet jutni hozzá? Na biztos, mert ott van egy láda, úgyhogy... Tudja, hogy oda el lehet majd jutni, de... Igen, én is. Hajrá! Ez segít? Hát... Annyira nem. Gondolom előbb le kell mennünk. Ezek a járatok túl kicsik egy óriásnak. Miért nevetsz? Ó, komolyan beszélsz. Én mindig komolyan beszélek. Elfelejtettem. Anyám mondta, téged nem érdekel a történelem. Az óriások csak egy faj, mint az eltek meg a huldrák. Ettől még nem nagyok. És mi van a világ kígyóval? Ez esetben az óriás tényleg nagyot jelent. De belőle csak ez van. Gyakorlatilag ezek most ilyen mécsesként működnek most itt a kristályok. Ó, egy láda. És ez mit rejt? Van benne egy... Oh! Az összpontosítás pikkelyes alkarvédője. Ami... Hát a feltöltődéshez segítene, de... Köszönjük. Nem élünk ilyenekkel. Valahogy erre kéne tovább menni. Au. Biztos. Hát azért nem volt egyszerű. És ott lesz egy láda. Itt viszont... Ó, ez ilyen rúnásos.
Ó. Te stunt kapunk. Ő, ez heavy. Ez is egy megoldás. Szét akartam ütni, mielőtt még fel kell, nem sikerült. Jó. Nem tudok csak úgy oda menni, basszus. Igen. És van egy kristályunk. Hogy hova viszem, azt még nem tudom, mert nem láttam a helyét. Hogy ezt hova kéne vinni. Viszont ha már ennyire felajánlott, akkor biztos, hogy szükségünk van rá. De hogy ezt hova kell vinni? Egyelőre lerakom. Ez ugye ez... Igen, ez ilyen elforgatható. De mit csinál? Elforog. De mit? Mi változik tőle? Ó. Zárva van. Rúnás varázslata van lezárva. Három pecsét. Azt már, igen, láttam. Legalábbis egyet láttam. Ja, hogy így. Ja, hogy be kell állítani, gondolom, aha. Aha, tehát ez változik. Ez az R, ez az F. Nincs rajta, gondolom, semmi. Ezt kapcsold már föl. Viszont egyelőre csak ezt az egyet láttam, mint opció. Igen. Az a baj, ez még mindig nem tudom, mit csinál. Nézzük meg, hogy erre mi van. Ezek nem. Hopp. Nem tudom, mire jó ez. De megtesszük. Hello? Azé. Téged is. Az igen. Na, ide kell a kristály. Elég sok legőr, Bari. Hajrá! Én lootolok. Megérzésed nem csal.
Az, hogy el is találtam. Na, hozzuk csak el azt a... Kész, bizony. Hozzuk el azt a kristályt. Hova raktam le? Azt hiszem, ez volt az. Talán ez volt az. Na nézzük meg. És vissza kéne találni oda. Aha, itt fölmegyünk ezen a fényhídon. Szépen akkor eltrappolunk oda. A másik végére. Ó, itt még volt egy loot. ...648 törtözüst, ezt jó, hogy nem hagytuk itt. Gyűjtenünk kell, mert csak úgy tudunk fejleszteni bármit. Na lássuk. Igen, egy jó lövés. Olvas. Igen, uram. Yes, sir. Rendben, ez megy a naplóba. Fantasztikus. Új ismeretjelölésre bukkantunk. Tulajdonképpen akkor nem volt ennek értelme. Ó, ez viszont így menő. Oké. Szóval erre kéne menni. Elviekben. Igen, most ezt a ládát azt egyelőre ott hagyjuk. Valóban. Íh, meg pókháló. Nem szeretem. Mondd el, mit látsz? Hát, embereknek tűnnek, nem óriásoknak. Helyes, kincskereső tolvajok. Látod a csapdákat? Ó, igen. Szerencsére már beindították. Légy hálás, hogy halottak maradnak. Az igen. Átjutottuk! Igen. Ezt a ládát szeretném kinyitni. Előbb a köcsököket itt széttöröm. 13 plusz 13. Nem sok, viszont kevés. 1320, ez much better. Ez azért jó, mert... El tudod? A világon négy szarvas bikájának egyike. Azt mondják, ő őrzi a tünely bejáratát, amíg az óriások alszanak. Szerinted még ott van? Nem tudom. Hát jó. Na de, haver. Azt a kurva! Az puty. Most merre? Még mindig a csúcs a célunk. Keressünk egy utat. Igen, az egy út lesz. Gondolkodnék egy hílelésen. Anyám tudhatta, hogy ez az óriásoknál van? Nem. Az a kérése sokkal bonyolultabb lett, mint gondolta. Aha. Az a baj, idővel nem regenerálódik a HP. Kemény svartalfhelmi acél.
Jó, és akkor most fölmegyünk. Mindjárt újra töltődik a healünk, ami hát nem nagy heal, de... valamennyi. Ez is jó, hogy ennyi van. Gyógyító kitörés. Hát még fél életet se érjük el. Viszont azt el kéne olvasni valahogy. Ez egy név. Házlőr. Mármint rettegés. Erre kellett? Erre. Mi az? Fura. Egy gyertya betekerve zsineggel meg állatbőrrel. Valamilyen lámpás. De nincs benne kanót. Számunkra haszontalan. A Bifrost megvilágítja az utunk. Szerinted ki gyújtotta meg a fáklyákat? A halottaknak nem kell fény. Légy éber. Shortcut. Gondoltam én. Jó. Hát tulajdonképpen visszamehettem volna a láncon, és azt hittem, hogy valami short, hát gyakorlatilag shortcut mondjuk, de azt hittem máshova fog vezetni. Na nem baj, akkor megyünk erre. Ó, valami szerkezet. Ez pedig a hegy szíve. Mi ez a sok minden? Hol vagyunk? Egy bányában. És ha ez a karom eléri a csúcsot, akkor közel a cél. Utazás a hegy belsejében. Hát ezeket szétütném. Már amelyiket szét lehet. Találjuk el? Följebb. Nem gyerek. Nem tud célozni. Olyan, mintha valami rágördült volna. Ó, ez mi ez? Jó, ez ilyen düh. Most arra pont nincsen szükség. Na erre viszont igen, nem nagy heal, de ezért is már hálások vagyunk. Itt valami nagy harc lesz pedig. Valahogy mozgásba kell hoznunk az embert. Igen, biztosan ezt eltalálnád? Gyere közelebb nyugodtan, nem szégyen. Nem. Nézzünk fel ide. A gépek olyanok, mintha törpök művei vannak, de a kintek is módjai tűnik. Tudod, a bányászok szerintem nem csak bányáztak, hanem itt is éltek. Könnyen lehet. Látok egy hírt, mindjárt visszajövök. Ezt olvasd el. Nem megy sehová. Mit ír? Ura! Ott egy gép fogaskerekekkel és kötéllel. Szerinted mire jó? Valamire biztos. Továbbra se tudod ezt megoldani. Mondjuk mögüle tényleg nehéz lesz. Ez viszont egy gyere, járat. Fiú. Láda. Láda kristállyal. Na, innen menni fog? Nagyon jó vagy. Vigyázz az útból. A bátorság szimbóluma. Ilyen már volt egy. Gyere. Meg Schwartalfheimi acél. Na nézzük, ez mit csinál? Azt hiszem értem, hogy működik. A markoló van az egyik oldalon, és ha ezt itt kiakasztjuk... Jaj, ne! Kötél beragadt a szikla alá. Óvatlan voltál.
Igen, uram. Sajnálom, uram. Valóban. Megszabadultunk azoktól az izéktől. Igen, először ezeket meg kéne baszni. Érted, mit csinál? Én Aznak, hogy az távolról küldi az áldást. Maradj! Gyál már! Honnan? Aha. Föl kéne menni. Majd valahogy. Te ki vagy? Gondolkodtam, ki ébresztette fel a drágőröket a hegyen. Nem lepődtem meg. Munkára! Munkára! Na, gyógyulás kiegyensúlyozott markolata. Ellenség fejsze való megölésé... Egy életerő növelést szerezhetsz. Na, ez kell. És ez egy markolatgomb. Ezt használjuk is. Nagyszerű. És fejleszthetnénk, ha nem használtam volna az összes ezüstöt. Mindig egy élmény. Na, húzzatok a picsába. Az igen. Jó volt veled találkozni, Brock. Milyen nagy ez a hely? Ez egy hegy. Nagy. Nem kicsi. Újabb csapdák. Itt egy alakú, de te nem férsz be. Menj be. Rendben. Én megpróbáltam. Persze. Úgy is van. Azt a kurva! Na, még egyet. Így van. Tehát ilyen gyógyító kitörés kapok tulajdonképpen. Nagyon úgy nézett ki. Ez egy ilyen passzív képesség. Köcsögökbe hát, ha van valami heal. Pontosan erre számítottam. Kiváló, kiváló. Minden köcsögöt szét kell ütni. Itt meg majd egyszer fel lehet majd mászni. Van egy olyan megérzésem. Néda! Igen, meg tudom. Ez a kitartás mart címere. Ezt meg tudjuk nézni. Vitalitás halálos markolata. Igen, ezt raktam most föl az előbb. Na, mit tud ez? Bármely sikeres hajtás, nagy esélye rúna áldását kaphatod. De életerőből meg elvesz. Annyit nem ér.
Szerintem annyit nem ér. Másik cucc. Világ kígyó pikkely. Az düh. Ez kemény Schwartalfhemi a cél. 2 darab. Törtezüst, majdnem 3000. És egy kis heal. És még egy kis heal. Nagyon jó. Na. Mi történt vele? Elpusztult. Nos, igen. Nagyon úgy tűnik, igen. Ezt meg tudjuk tolni. És beragadt. A csille még mindig. Látom. Most már nem. És neki kell toljam. Gondolom, itt fölmászunk. Aha. Ennyire nem kellett volna. Lehet, hogy a napkapunk kell átmenni. Mondjuk így. Mondjuk így. Föl tudsz jönni, gyerek. Oda lőj egyet. Ez is tört a köcsökből. A híd. Na, most már pontosabban lő. Egy fokkal. Nyugi. Gondolkozom, erre talán itt nagyon sokan vannak. Az a lánc, az kell majd nekem. Hát baszki. Koncentrálj! Már halott vagyok, de még ordibálok a gyerekkel. Az igen. Az igen. Az vagyok kemény. Valahol máshol vagyok amúgy. Nézd! Még egy lámpás! Törölt. Hajtott. Mire jó? Van bennük valami különleges. Érzed? Ah, át kéne tolni, aha. És az így is marad, ha elengedem? Jó. Ez az a lánc. Jó, és akkor most áttoljuk. Valamire csak jó lesz. Nem tudom, meddig toljam, addig tolom, míg hagyja. Ennyi. Megálltunk. Miért jó ez, hogy ezt be tudom fogyasztani? Nem hiszem, hogy ez jó ötlet. Elszakadhat a kötél. Ki kell szabadítanunk a kötelet? A csillével oda tudunk jutni. Hát... nem igazán. Perpil, nem úgy látom. Ki kell szabadítanunk a kötelet a romok alól, amit te okoztál. Talán találunk egy utat felfele. Felfele? Majd meglátjuk.
Rejtett kamra. Mágikusan lezárt. Oké. Okay. Egy dahigló. Mennyi életerőm van? A max, akkor nem veszem föl. Fölfele, itt ezen a láncon föl tudunk menni, de az miért nem volt jó, hogy én fölemelem a... azt a cuccot, és alul a kötelet a kis srác kiszedhette volna. Bazzeg. Aha. Van egy elméletem. Ha ezt visszahúznám. Szóval túl sokat nem látok belőle. Nem, engedd el, nem. Nem akartam eltolni. Engedd el. Másszál fel. Még egy picit visszább kell húzni egyel. Remek! Most már oda tudunk jutni. Aha. Igen. Azt hiszem előttünk van. Minden előttünk van. Ami nem mögöttünk van, az előttünk van. Hatalmas bölcsességek. És láda. Sólyom csapás, róna idézés. Szellem solymokat idéz meg, amelyek a földbe csapódnak. Nem rossz, már mondjuk a farkasos se használtam még. Na, itt is egy lánc, shortcut. Na menjünk le! Nehéznek tűnik. Igen. Gyanús, hogy ott van egy heal. Jó erőbe vagyunk. Azt a rott életbe. Fogadok, most már működni fog. Irány a csúcs! Találd meg a feljutás módját. Nem baj, felveszünk. Na várjál, most már... Örülök. Lába gyenge pont? Gyógyító törés. Ilyen rúnás cucca van. Kivégezhető. Már csak kettő van. Oké.
És volt még egy. Meg! De ő jobban. Adjál dühöt. Adjál. Vissza a kerékhez. Mindjárt, mindjárt. Hát ez nem túl sok HP. Ezüst. Kemény Schwartolf hely, mi a cél? A kések folyója. Erős unatállás, pusztító támadás. Jégszilánkok sorát veti ki. És levegőbe löki. Nice. Ezt is befejlesztjük. Hol vagyunk, fegyverek? Aha, igen, itt a sólyomcsapás. Sebzése nagyobb a farkas dühének. Aha, ez így jó. És ez? Fagyott láng. Aha. E igen. Ezzel tudjuk fejleszteni majd a fejszét. Nagyon jó. Ez pedig. Törtezist. Nagyon jó. És... pedig mondta, hogy most mit kéne csinálni. De már elfelejtettem, mit kéne csinálni. Ja igen, itt... igen, innen indult az a boss fight-szerűség. Vagy megint be kéne toljam ide azt a szart. Lehet. Ezt a csillét, vagy mi volt. Vagy megnézzük, hogy most ez mit csinál. Visszajött a karom. Igen. Ó, megint. Aha. Így nem fog. És... aha, most akkor ide kéne tolni, gondolom. Ez mi? Ne menjünk kell. Biztos, hogy rájön. Aha. Jó. Aha, itt ez a cucc. Gondolom ezt kéne alá tolni. Igen. És akkor most viszont... ne menj el! Fölviszi ezt. És valami kinyílik. Vagy valami történik. Na viszont ez a heal most kell. Igen. Azt nézem, hogy van-e valami leírás, hogy feljutás módját. Á, lehet arra fel kellett volna ugrani. Ó, baszki, aha, fel kellett volna ráugrani. Valószínű, úgyhogy visszahozzuk. Hol van a cucc? Aha. Igen. Ez megtartja. Igen, és akkor most felmászok. Még a gyerek is fölmászik. És ezt a... indulás! Ez az. Szerinted felmegy a csúcsig?
Hamarosan kiderül. Valami furcsát érzek ott fent. Veszély leselkedik ránk. Ne foglalkozz azzal, hogy mi lehet. Koncentrálj arra, ami van, és légy résen. Igen, uram. Mindig résen kell lenni, ez a legfontosabb. Nem a csúcs, de közelebb vagyunk. Igen. Nézd, ez nem tört el! Itt egy üzenet. Egy óriási mája. Az őseiket kérik, hogy vigyázzanak rájuk, és hazavezessék őket. Fiú! Várj! Azt hiszem, tudom, hogy működik. Nézd! Te menő! Mit írtál rá? Kértem, hogy vigyázzanak anyámra. Gondolod, hogy megsegítenek minket a csúcsig? Gyere, fiú! Hosszú még az út. Hosszú még az út, de nagyon epik. Na, úgyhogy szerintem most egyre itt fogjuk abba hagyni, srácok. Ott, igen, ott a fiú bajba lesz. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, innen fogjuk folytatni legközelebb. Jó pihenést, és kívánok mindenkinek. Sziasztok!